Bonk. Lol. Elfogyott a craft, úgy látszik. Hol lesz az utolsó póster? Talán fent ott a házaknál. Gyere csak ide. Esetleg itt hátul. Oh, father, what do we say about a man who lost his way so awfully? Hát itt nincs poszter. A brave man, undone by pride, doomed to a life of sin and vice. Mondtam az utolsó posztert. Megvan. Azért mondom, itt kell lennie. Oké. Okay. Chain gang. Van még egy. I'm old tango footed. Festeledett megint faszán. Ja, ez lesz a felhívásos cucc, $25. De egy megcsinálom, küldi. Mark Johnson, hát ez elég. Vonatrabló. Elég szar pénzeket fizetnek ezért, de mindegy. Na, először visszaadom az 5 izét a két hülyének. Öt pósztert. Lenne levadászom azt a fickót. Friend. Hello. How was in town? Pretty hot. There's quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. And you killed a farmer? Well, firstly, I would have, but he died before I could. And secondly, well, he had it coming. He... I don't like to say. Well...
Más nincs. Ain't no business of mine. Jó, akkor ezeket nem lehet amúgy elkapni. Thanks, partner. Úgyhogy megcsinált ő küldit, az cső. Na, a következő, az viszont ez a fejvadászós cucc lesz itt. De jó, kijelöltem. Nagyon jó. És vagyok. Na most. Anyone's on our trail. You're right. Too risky to split up now. Two sets of eyes is better than one. This ain't permanent, though. It's a temporary measure. Well, right, right. Till things blow over. Okay, csapjuk. Majd holnap elég sok részt meg akarok csinálni ebből a gameből, mert aztán már izén, itt lesz a nyakom arra, mikor csütörtökön már megy a Cyber, ugye? Jól számoltam. Úgyhogy csütörtökig ezt befejezem mindenképpen. Igazából, hogyha összesítve nézem, nagyon tartalmas a game ugye, mert azon felül, hogy fejleszted a dolgaidat, nyilván ezek megvannak, amik fontosak, de ezeket a látvány cuccokat, mint a táska, meg... Mi a fasz? Azt a kurva, bazd. Az anyád. Azon most meglepődtem én is. Azt a kurva. Már robbantással támadnak rám, beszarás. Ezekkel még egyszer nem állok le ilyen bunyóra, mert ezt már ismerem. Ezen már túl vagyunk egy párszor. És mi van? Egyszer a kettővel. Túl a vagány. Ó, nincs átállítva először, ne bondozzunk. Úgy. Át van. Szia Szatmár, üdvözöllek! Mi újság van? We ain't going till you get this right. I can't, Daddy, please. Let him in, he's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get on a horse. Az meg a családjával van, az dilemmás lesz. Ja, azt láttam, hogy nem nagyon voltál aktív. Meló, meg pihenés. Ja, hát gondoltam. Hát sajnos vannak ilyenek. Just a boy. Make it quick. You're a forgiven man. A fene. Boy. Boy, come here. Listen. Exactly as I say. You hear? Don't leave us, Pop. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay? Na most ez mit akar? Take me.
Hát... Ja, hallod, az tipikus, tipikál, ilyen izé, karácsony környéke, meg nem is karácsony, az egész, az összes téli hónap, ugye decembertől kezdődően az erről szól. A narancs, mandarin az, az fogy rendesen. Már megint hülye kalapot cseréltem. Na. Vegyük fel a jó embert, úgy. Hát meg majd most kíváncsi leszek, tudod, hogy mit határoznak meg hogy. Ezzel a otthonmaradásos dival kapcsolatban, mert... Elvileg nem nagyon kell mocorogni már ebbe az évbe sem erre. Aztán tudod olyankor mi van az évvel, mi van az emberekkel, hát hogyha nem lehet menni sehova, hol menjünk? Ah, menjünk bevásárolni. Mivel most az egyetlen úgymond idézőjeles szórakozási lehetőség, ahol összejönnek, az a bolt, érted? Mindenki megy a boltba. Ilyen tipikus ilyen beidegződés. Johnson! What? Just, you're real quiet back there. Most captured men, they beg or they cry or they rail against fate. Love made my peace. Okay. Kár nem volt olyan lehetőség. That son of a bitch! Come back, you little snake! Szagy szökött meg, hele volt kötözve. Ó, bazd meg. Na ez gáz. Ezt mondjuk nem értem, hogyha megütöm, akkor miért fél el le. Semmi baj nem lett. Ó, hogy az a... Na még egyszer. Jó, akkor hogyha elengedem. Nem lehet elengedni? Meg simán elengedném. Akkor nem engedjük el, nem tudok mit csinálni vele. Érdekes, na mindegy. Viszont aztán lesz ezzel még gond úgyis. Na. Aztán amúgy Szatmári lesz makod? Hát este fele gondoltam, mert haladni akarok kicsit a sztoriba. Ó, bazd meg, ezt nem hiszem el. Most mi van? Ez a küldetés leszopat, hallod? Egész eddig haladtam. Ú, gyerekek! Szopok ilyen szar küldetéssel. És sima fejvadászos küld.
Jó van, hát figyelj, később tervezek majd izét. Lootolom most már. Később tervezek majd egy kis kodot. Túl nyugodt vagyok egyelőre még, úgyhogy valami kell, ami felbassza az agyamat. Na, akkor leütni nem szabad, mert úgy látszik, hogy nem bírja ezt az utolsó ütést a figura. Ez belehal, vagy nem tudom. Úgyhogy majd kitaláljuk. Ez már itt harmadszor történik meg. Lassan befejezem a puskának a húzását. Azért menekül. Úristen, megfojtottam. Tomi AD, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Hallod, akkora nagy... nagy spiller vagyok, látszik. Nem tudtam, mit jelent az a szó. Hát igen. Legalább tanulom ezt is. Ez van akkor, srácok, hogyha az embernek kicsit hiányos a angol szókészlete. És nem minden szót ismer. Akkor bukta van. Let's go for a ride. Ja, mész horgászni holnap? Az jó móka. Nagyon régen horgáztam már, még gyerekkoromban. Gotcha. Jó kis nyugalmas móka, csak nem tudom, nincsen hozzá túl hideg ilyenkor már. Most captured men, they beg or they cry or they rail against fate. Mondjuk ameddig nem úgy kell horgászni, mint az eszkimók, addig nem lehet túl nagy probléma, mert nem kell lyukat válni a tóba. Na, negyedik felvonás. Most egyébként mi a pöcs van? Igen. De ne nincsen más. Nem lehet csinálni. Vagy leütöm, vagy megfojtom. Megfojtom nem jó, mert eleve élve kéne. De ha meg leütöm, nem bírja ki. Most akkor mi van? Hagyni kéne elmenni a francba? Mert nem fogsz szarakodni ezzel a küldivel túl sokat. Mert az előbb ugye leütöttem, azt megvárom, még elszalad egy kicsit, kíváncsi vagyok, mert más nincs megoldása. Kicsit furcsa. És akkor a... hát meglátjuk. Most ott megállt. Ja, értem, aha. Ja, de hogyha sport, mikor sporthorgászba toljátok, akkor vissza is engeditek őket, gondolom, nem? Egyébként karácsonykor az tök tipik étel ez a halételek, mármint, hogy mondjam, ez a magyaros féle halétel, ugye nem a tengeri, hanem ponty, meg ilyenek, harcsa. Mekkora volt a legnagyobb? Most mit csinálják, srácok, üssem le?
Ó, jó, na most nem féletlen, megint a küldi. Előbb nem tudom mi volt, lehet, hogy bug volt, mert előbb leütöttem. Még azelőtt, mielőtt megfojtottam volna. Minden oké, menjél csak tovább a lovaddal, öcsém, nem láttál te itt semmit. Ez itt hivatalos ügy. De egyébként nem rossz a hal, mármint így a hús mellett szoktam néha halat enni. Ez az embernek a szervezetét szerintem segít egy kicsit kitisztítani. Na. Srácok. Azért még a lovakat átkergették rajtam. Ez egyre viccesebben alakul ez a küldetés. Na. Volt nála a lókaja, az jó. Hát én meg gyerekkoromban horgáztam nagyon sokat. Jó, mondjuk nekem nem voltak olyan úgymond nagy fogásaim, mert csak pontyok, meg ilyen kisebb halak. Ponyból meg mondjuk jó, azért egy ilyen 4-5 kilós talán az volt a csúcs. Tehát akkor még ilyen 15 lehettem. Azóta meg semmit nem horgáztam. Tehát leszek még öreg, tudod? Úgyhogy ki tudja. Nem, amúgy nem arra célzok, hogy korhoz köthető ez a dolog, csak az ember életében eljön egy olyan szakasz, amikor tudom én mondjuk arra vágyik, hogy horgászon, az nyugtatja meg. Na, közben kéne, hogy jöjjön ez a ló. Eddig ez a legvacakabb bounty a játék során, halljátok? Hát ez... Eleve az, hogy alig fizetnek érte $25. Legszívesebben elengedném, de nincsen opció. És egyszer megpróbált megszökni a figura. Eleve négyszer befélelhetem a mission-t. Megpróbált megszökni, plusz még 3 embert meg kellett öljek most. Azért a $25. És ezelőtt, akikkel nem volt gond bounty-ba, csak mentem, megfogtam, bevittem, ez $40-tól indultak. Úgyhogy ez elképesztő. Amúgy az. Olyan, mint a kodba szokott lenni. Ott is mindig nyugodt vagyok általában. Az első meccs végéig. Jaj. Ezt a Gyakszál mondta, amikor már menüből is megy a jelentés. Akkor már megérkeztem a csúcsra. Most felgyorsítok padlógázdra. Ezen az új lovon ugye az elit ló, az a leggyorsabb most. Most, hogyha leugrik a faszi, biztos így megmurdál. This is Rhodes. You're almost shot of me. I'm ready. I hope they make it quick. Rég rossz, amikor elkezd dumálni. Na, úgy néz ki, be tudom vinni. Ez már valami. Na, oda nézzetek. De értem a sheriff hivatalba. Minden rendben van. Az már valami. Meghoztam a sutyót. You can only run so long, son. There's your cell. You're lucky it's not a grave. I was out in the bayou. Wasn't hurting no one.
Maybe you weren't, but those partners of yours were a rough bunch. Go to hell. Jó van. 25 dollárért jó kör volt, fél óráért csinálom ezt a küldit. Nagyon izé, nagyon jó vagyok. Na. Szerintem csapja hozzá még egy 100-as bajszos komám, mert szemet közé lövök. 25 dollár, édes faszom. Ez de szánalmas volt. Na jó. Túl vagyunk rajta, tegyük félre. Azt mondja, hogy a Laupo Strauss-szal fogok beszélni szerintem. És akkor megcsinálom annak is a küldit. Azaz, ez olyan volt. Na menjünk, a Laupo Strauss az meg behajtós küldit fog adni, ugye az a német táborból. Táborunkból. Legalább ránézek a vityillóra, hogy hogy rendezkedtek be a mieink. Most, hogy beléptem a 4-es chapterbe, ugye megint táborköltöztetés volt. Hát kíváncsi vagyok, hogy minden 4-es chapter váltásnál táborköltözés van, vagy WTF. Kicsit fasta, megmondom őszintén, amikor nekiálltam ma gémelni, mert felajánlott a Nvidia új drivert, letöltöttem, azt mondom, hát... Kicsit félváltam neki, mert mostanában mióta a 30-es sorozatnak a drivereit kenik. Volt már olyan, amit elkúrtak, azt vissza kellett downgrade-elnem. De egyelőre úgy néz ki, hogy jó. Úgyhogy le is kopogom, mert nincsen vele még gond. Somebody help me, hát most már ilyenekkel nem fogok foglalkozni. Most már csak a questek, mert aztán sürget az idő. Sürget az idő. Öj, bassza, nem biztos, hogy jó ötlet itt keresztül menni. Mocsárba. Jó, nincs aligátor. Ja, Strauss az miért költözött külön? Mondjuk az egész játék elejétől az ilyen különcködős volt. Mert amúgy ott van bent a ház. Na hol van az öreg? Van kint. Mr. Morgan. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but... So far, we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? Hát azért vagyok itt. Hogy ne segíteni? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. Most csak halászoktól kell behajtani a pénzt. They're a union built on debt, you know. Okay. Jó. Nyunk. Gyorsan túltárgyaltuk. A tábor gyorsan megsasolom. Kíváncsi vagyok, hogy hogy hozták rendbe. Azt mondja, hogy az első segély meg a muníció azt full extrában van. Kaját majd kell hoznom később megint. Én azt hittem a házba költöznek be. Lesátoroztak itt előtte. Az igen. Értelmes megoldás. You gonna freeze in that, Arthur? Morning, Arthur. Mond. Valamit viszont beraktak bentre.
még hozzá. Hogy van ez? Ja, az emeletem van, ott villog a nyíl. Még vak is vagyok. Arra vagyok kíváncsi, hogy most, hogy új helyre jöttünk, raktak ebbe további fejlesztéseket a táborra. Mert ha nem, akkor nyugodt leszek. Na. Ez maxos. Nincs új fejlesztés. Jó, ide se jövök többet. Szuper. Akkor ez így ennyi. Úgyhogy most már minden pénz, ami jönni fog, az lényegében marad. Mert így nagyon nem kell semmire. Ruhám az a legdrágább. Most már a lovam is. Hova jelölt ebben a küldi helyeket, ez az őrült. Azt mondja, hogy ide lentre. Kint van a mocsár szélén. Hát akkor menjünk a mocsárba. Hey. Öntsed már a kávét, azért jövök, ez nem úgy tök tipikus. Mondom, iszok kávét, felnyomom a staminát meg a szenzt. Erre oda megy, felveszi, és akkor még nézelődik. Na menj innen, öcsém. Úgy. Legalább nem az én kajám meg pián fogy. Ennyi volt, fel is ment maxra. Akkor mehetünk. Nem hiányzott belőle sok. Ó, megjön az idióta. Ülök fel a lóra, azt tipli, mert ez jön utánam végig. So do I. Huh. I went into town. So did I. If I was still a religious man, I'd say there are too many Catholics there, but I've given up on all that. Me too, Reverend. Did I? I met a monk there. Kindly fellow. Took me back to my days in college. Is there any purpose to this conversation, Reverend? Not really. He said the strangest things about. Bocs, srácok, meg kell hallgatni, nem enged addig el. Addig a francia kíváncsi erre. Happening in a city. Who would have thought it possible? Well, maybe if you're there, you could have a chat with him. He's hanging about outside the marketplace collecting alms for the poor. Sounds thrilling. Köszönöm. Látjunk. Ez a hely mondjuk ez is elég kellemes. Bár az előző, az jobban tetszett az előző táborhely, mert ugye az körbevette a víz. Olyan volt, mint egy kis félsziget. Bár ez se rossz. Nem stimmel. Túl közel vannak a táborhoz. Ez szar. Basz meg, ezek ilyen kemények. Azt a kurva, bazd meg. Megérte megállni. Hát a fasz se gondolta, hogy ezek ilyen kemények lesznek. Az akkor minusz 15 dollár.
Minusz 38. Már meg pofátlanok is. Na jó van. Szerettem az ilyen túltápoltan, amit adottam már bele egyszer-kétszer ilyenbe. Ez a rér, ez a rér. Csak azért nem stimmel a lőszer. Ezt elkúrtam, maradjunk annyiba. Majd most javítok. Vagy az így is. Nagyon erősek voltak itt ilyen közelharcba, vagy midrange, vagy nem tudom minek nevezzem. Meglepően kemények voltak. Ezek az ilyenek nem szoktak lelövöldözni, de ezek szerintem... Ja, ezek izék voltak. Ex-katonák, azért voltak ezek ilyen kemények. Ezek tudnak pontosan lőni, mert a banditák azok nagyon szarul lőnek. Azért álltam csak meg egyébként ezekre, mert túl közel vannak a táborunkhoz, és hát voltak. És ez nem jó. Hát majd a kódba kíváncsi leszek, hogy hogy fog menni ma. És itt valami... Van valami inspektelős cucc. Ó, lehet skiccelni egyet. Fasza. Nem láda, nem. Szerintem mehetek is tovább. De ez láda. Oda nézzetek. 10 dollár. Platinum. Zsebóra. Van itt minden. Hát meglátjuk milyen lesz. Óha, ez aranynak látszik, aranyrönknek. Large... Ja nem, ez nagy ékszeres doboz. Large jewelry bag. Zsír. KTVS, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Oké, mehetünk tovább küldit folytatni. Csak a lovat most már ide hívom, nekem nincs sétálnom, lusta vagyok, mint dög. Ja, meg lehet, hogy a HP-mat fel kéne túrni, mi? Még szarul néz ki. Oké. Feltúrjuk azt a HP-t, mehetünk. Sniper le, legyen nálam. Golyós puska vagy sörétes? Golyós puska. Ide jött a másik lovam is, lol. Azt a kurva. Hát ez sehogy nem szerencsés nyilván, de ja, egyébként ilyen téren igen.
Hát az emberek meg vannak őrülve egyébként a közlekedésbe is. Tehát én is volt egy olyan, hogy lassítottam, meg kellett majdnem állnom az utam, mert szembe előzte a sort a paraszt. Azt mondom, hova ilyen sietős? Hát persze. Az idő az meg pénz, meg hát amúgy is. Embernek a dolga van. Ez a bosszantó, amikor te betartod a szabályt, meg úgymond direkt nem sietsz, ergo ugye neked is megy az időd, mert oda kell érni, de mivel betartod a szabályt, ezért több időbe telik, és jön egy ilyen hülye, aki meg siet, és akkor ő miatta még csúszik is a másik. Nem mindegy, sajnos ilyenek vannak. De tényleg, amit mondtál, az a lényeg, hogy komolyabb baj nem lett. Ne is legyen. Na, nézzünk körül, itt kell behajtani a zsét. Valahol. Elvileg. Hát itt mi van? Itt valami kártyaparti volt. De jó kis fészer. Tele van cigivel a piába. Ja igen, axiális fuvarozik, csak ő a gép előtt. Ja, hát, ja. A BMW-zés, ez... Találkoztam olyannal, akinek egész vagány BMW-je volt, nem az az olcsó pajta, hanem az a 10 és 20 milliós közötti kategória. Megállt mögém a kútra, cica baba mellette, ez a csinált nő. Több volt benne a műanyag, mint a műanyaggyárba. És én általában úgy megyek, tudod, amikor már így fogy a benga, akkor így csutkára tankolok. Így nem nézem az árat, hanem megyek, tankolok. Megadtam egy csávó, ez a drága BMW-s luxus cicás. Ez meg valami 5000 ér, ott ezért nyomogatta a pisztolyt. Hát mondom, hülye vagy egy csém, hát ilyen autóval ide jössz, és akkor még számolgatni kell a 5000 forintosokat a zsebbe, hogy jön az üzemanyagra a pénz. Ezt ki is röhögtem őket, hát mondom, eszem megáll, hogy ilyen létezik. Ott van lent a pali. Az be van csicsentve, oda nézzetek. Hey! You better have a damn good reason for being on my property, mister. A mister. Remember that loan you took, Mr. Davison? Nagy horgásze. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Ja, hát. Van sok. Egyszer beleszaladtam olyanba. Hasonló volt a szitu. Ott először nem láttam az autót, mert ben voltam egy bevásárló központban, nevét nem mondom. Kasszánál álltam sorba, előttem állt hasonló páros. Gyurmás csávó, mint én, csak kicsit fújva. Mellette a csaj, dekoratív volt, szokásos. És akkor nézegettem, hogy mik vannak a... Úgy nem foglalkoztam velük, tudod, de nézegettem, hogy miket vesznek. Ilyen általános felvágott, mit tudom én. Aztán jöttek azok a cuccok, ami úgymond már a luxus kategória, ami nem szükséges az élethez. Ilyen hajzsalé, körömlak, fiszafaszom, ilyen buziságok. És volt még mellette egy ilyen kis játék, ilyen kisgyereknek látszott, hogy fia, igazából ilyen 30-40 közöttiek voltak, látszott, hogy valami 10 év alatti gyerekük lehet. A csávónál kijött a végösszeg valami 11-2000-re, vagy nem is tudom, hogy volt. És nem volt nála pénz.
Vagyis hát annyi pénz nem volt nála. És mi volt az első bazag, amit visszarakott, hogy nem viszik el? A gyereknek a játék. Na, ilyen kibaszott süttyókat, és ezért van... bazd meg! Erről nem volt szó. Ezt addig rugom, amíg mozog gyerekek, ez le akart késelni. A kurva. Annyira mondom, itt közben meg lekéselnek. Na, úgyhogy futottam ilyenbe, és aztán na, ott ér kicsit elgurultam. Semmi közöm nincs hozzá, meg nem volt hozzá, csak mondtam is, mondom, de gyökerek vagytok. Szerintem majd egyszer, amikor majd megöregedtek, még meg fogjátok ezt bánni, ezt a húzásatokat. És hogyha van egy gyerekem, akkor az első, vagy ő az első, nem? Nem pedig az, hogy anyu vagy apu tudja zselezni a kibasztott fejét, meg festeni a ótvar körmét. De hát mindenki máshogy gondolkodik. Hát, gyökér volt, ja. Nem csak az a baj, tudod, hogy szerencsétlen gyerek. Nem tudom, hogy hogy nevelik, mert most nyilván kettő dolog nem függ össze, de azért... Uha, hát ez a tud. Ja, sima double barrel shotgun. Elviszem azért. Csak azért belegondolsz, hogy... az ilyennek minek gyerek? Na, itt elvileg kutatnom kell. Pénz után, úgyhogy gyorsan keresgélek. Addig nem találtam lószart se. Vandalló. Semmi. Ez meg a kijárat, nem? Az hát. Ja, itt vannak szobák. Na majd itt. Itt meg fogom találni a tutit. Hát, ja, igen. Az tény. Az tény, amit írsz, Axia. Ez valami olaj. Így olaj, ez valami hozzátevő szerintem. Eddig nem túl vastag itt a felhozatal, nem tudom, mit fogok innen gyűjteni. Bebújt az ágy alá, figyeljétek, ott reszket a csávó. Hát nem fogom én bántani. Oha, az... nem mondod. Két darab kártyalap, ezek viszont értékesek az én számomra. Király. Ez már valami. Tegyük félre, jó lesz ez később. Ó, hallod? Itt a világ végén a kis halászkunyhóban mi van ott az asztalon? Az egy kibaszott aranyrúd. Ja nem, azt benéztem. Izé volt. Csokoládé, csak aranypapírba. Mekkora átbaszás ez te? Már előre ünnepeltem. Én ezért gyűjtöttem gyerekkoromban bélyeget. Volt egy, nagyon sok bélyegem volt, de mindenféle. De először úgy kezdtem, hogy a régi lemelekről leszedegettem meg képeslapokról a bélyegeket. Azt később már így vettem őket, meg ilyenek. Díszcsomagolásosba. Axiál, mielőtt belém kötnél, nem olyan bélyegeket. Na, megvan a tartozás, mehetünk. Csír. Paci, gyere! Paci!
Jöhet a páci. Itt az előző lobom is fasza. Dehogy is. Én ugyan nem. Éne. Hol? Mikor? Na, azt mondja, hogy mi van. Mehetek. Ja, ez a másik, akitől be kell hajtanom. Meg szerencsét benn van a világ másik felén. Na mindegy, megyek. Oda jutok úgyis. Mert érzem úgy, hogy ezek átbasznak megint. Tudtam. Do it. I ain't gonna repeat myself. Goddamn bastard. Tudtam, hogy izé. Tudtam, hogy szarháziak. Már így jöttem ide. Na, mutasd a fejedet. Van benne egy szép lyuk. De hát nem jött be nekik ez a rablás. Egyébként azt észrevettem, hogy a izéhez köthető szerintem nagyjából, hogy hogyan kerülnek be a játékba ezek a random úgymond eventek. Szerintem nézi a game a számlálót, hogy mennyi pénz van nálad. Mert ameddig csóró voltam, addig nem futottam ilyenbe bele, hanem tényleg ilyen csak segíteni kellett. Azóta mióta van nálam tartalék több száz dollár, folyamat jönnek az ilyenek. Rajtam ütnek, ki akarnak rabolni. Lerobbantják az utat előlem, hogy a lóla dobjon meg ilyen fasságok. Malacot nem bírom el, az a baj. Kéne a táborba vinni húst majd. Hát majd, hogyha látok valami őzött szarvast, akkor szerzek. Nem is ide jövök. Malackák azok is. Érdekes a meccsen, mert ugye, hogyha vaddisznót lősz, azt nem bírja felvenni a kezébe. Mondjuk az jogos, mert a vaddisznó böszme nehéz. De mondjuk az őz meg a szarvas is csak azt fel tudja venni. Meg felrakni a lóra. Az Artúrunk. A lovat ezt megérte megvenni az erdadóért. Szép is, meg megy is, mint a dög. Hát a elején itt voltál, amikor elkezdtem játszani, és a prológus után volt egy ilyen medvés vadászat, egy grizzly vadászat. És annak a bőrét, amikor felpakoltam a lóra, az mekkora volt? Az volt a legnagyobb bőr szerintem a játékban. Aztán természetesen meg is haltam vele. Huszonhat fok. Az már igen.
Öregbe vissza, öcsém már. Itt is lesz valami fickó, ott ül a stégen. Majd azzal beszélek később. Hát én is össze-vissza streameltem ám. Mert így a koddal felváltva. Majd volt, amikor edzés napom volt, akkor napi csak 4 órát toltam le belőle. Nem rossz, amúgy tetszik a sztori is, hogy így megyünk előre fele. Mindig van valami cselekmény, mindig egyre keményebbek a dolgok. Ja, köszi. A penitent monk, not a priest, and you're a magnificent bit of work. Azénről, hogy csak kíváncsi vagy, mindent töltök fel. A... Hú, várja. YouTube csatornát ugye megtaláld ugyanúgy azén, az oldalon, a Twitch oldalán, a névjegyek között. És oda az összes, minden vágatlanul felkerül. Egy csak annyi, hogy órás részekre van összevágva. Úgyhogy ott van. Sure. Bless you, sir. How you getting on, anyhow? These are somewhat. Meg lesz a lehetőséged áttekerni azokat a részeket, ami ilyen mellé küldi, úgyhogy meg tudod nézni, hogyha majd nagyon úgy lesz. It's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool, but well, usually he's the best man I know. Direkt azért is csinálom, hogy felvételt is csinálok egyszerre a gépre ebből. Nem csak streamelem. De játékot feltöltök, amíg után így. Vagy hát közben, mikor játszok. Kivéve a múlt is akadt, mert ugye arról nem kell a végjátszásos feltöltés. Na, adakoztunk, ami jó cselekedet is volt. Majdnem a csík izé 3/4-nél vagyunk, láttátok? A izébe, a mércébe, a honorable mércébe, az szerintem egész jó. Mondjuk azt nem néztem, mennyit adakoztunk, de annyira nem is érdekel a pénz. Ja, hát persze az egyértelmű szatmári, hogy azért rengeteg idő nyilván. Most én egy Valhallára sem mondám azt, hogy valaki nézze teljesen végig ezéről. 100 nem tudom hány részlet. YouTube-ról. Nem egyszerűek ezek a dolgok azért. Jövőben valahogy megpróbálom szanálni, csak még nem tudtam olyan rendszert összerakni, hogy hogyan csináljam. Cyberpunknál megpróbálom, hogy a részeket valahogy úgy elosztani, úgy beállítani, hogy vagy küldetésenként, vagy nem tudom, hogy legyen értelme az embereknek jobban megnézni a felvételt. Na, elvileg bizonyítékokat kell keresni. Got a few paintings over there. Something for the wife, maybe? A bit of a strange question, but you heard tell of slavers around here, buddy? What? Where are they? Who? The people you're hiding. I know they're here. Don't lie to me. Please, they made me do it. I was always good to them, but they forced me. Azt még soha nem csináltam ezelőtt. De jól működik. Case there. Just put the big red book called The Scourge of Crossbreeding by Harold McDougall.
Come on, you don't have to clean me out. I'm really not a bad man. $28, mondjuk ez nem volt túl jó, hogy egy cselekedet. This is my brother's door. I'm just... No. Son of a bitch. Na, le kellett ütni, hogy figyelmeztesse itt a népet. És elméletileg... Aha, itt is a nyoma a szekrénynek, hogy húzogatják. Ja, ezért beállítottam meg, ilyen marást csináltam rá, meg ilyen marasságok, de ezért dupla van. Duplába tolom. Az egyiknek a tokjára izé van rávésve, puma fej, a másiknak meg sas. Volt pénz, mondom, erre jó lesz. Na nézzük. Elsőre megtaláltam, az igen. Csak úgy porzik. Mindjárt lemegyek, csak azon gondolkozok, azt lehet, hogy meg kéne kötözni. Hát úgy látszik, hogy nem kell megkötözni. Nem lehet kinyitni ezt a izét? Hát nem. Ja, köszi. Hát jók lettek szerintem is. Igazából a legdrágább cuccokat raktam rá. Mondom, mit csinálják a pénzzel. Ruhából is úgy vettem a dolgaimat. Na, itt elvileg rabszolgákat tartanak lent illegálba. Hát ez látszik is, hogy itt valami nem kóser. Por favor, ez valami mexikói? Axiál, ne gonoszkodjál. Axel kérésére külön izé lesz, cyberpunk pornó. Fiú-fiúval. Na most... Hú, baszki, ne! Ne! Ja, azt hittem beragadt. Pillanatra beragadtam úgy. Na mi van? Hú, de nehezen csinálta meg. Ha mindig emlegeted a Valhallását, mondom, akkor a Cyberpunkba is valami ilyesmire gondoltál. Mondjuk a Cyberbe is biztos lesz valami beteges dolog. Bár francot, pont hogy nem, mert a Witcherbe se volt. Lengyelek azért nem olyanok. Gyanús nekem az, hogy itt mindenki őrült. Na jó, semmi, azt hittem, hogy gáz lesz. Itt egy állatkereskedő. Ja. Brother, Brother Dorkin's friend, Arthur. Csak annyi, hogy fém vázon lesz, de amúgy semmi extra. Found these two imprisoned in that shop. Oh my, that's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that, they're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers, come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Franciául hiába beszél a mexikóinak. Yes, thank you, I... Here, payment. For your services. I could not have freed these men myself. Nem fogom elvenni, tartsd meg. Azt mondja, hogy... Give it to the poor, brother. Ennyi. Thank you. I will.
Like I said, magnificent. Come on, come, come, come. Felajánlotta, amit összegyűjtött fizetséggyanánt. Jó fej volt amúgy a pap. Tehát nem kell. Na most, amit a boltból kiraboltam és disrespect lett belőle. De nem a doktor. Azt most így helyre is hoztam ezzel a cselekedettel. Jó, nézzük, hogy mi a csöcs van. Két helyen van egy ilyen quest, hogy valami stranger. Ez valami idegen emberke. Megnézzük, hogy ki az és mit szeretne. Gyanítom, bent lesz a bárba. Rose Company, az micsoda? Hogy az melyik? Sure, what you want? Brandy. Two brandies, bud. It's $2 a glass. Oh, better be good then. It's the best. Thank you. Santé. Az egy játékmód ebbe vagy? It's quite a country you're building here, eh? Well, me personally? I don't know. What do you do? Mostly I just shoot people. How very American of you. I love it. What do you do? Oh, mostly I pose, I show off, I complain. Oh, how very French. I know. És az Arthur került bele. I have been all over the world. I have seen the sights and I have discovered the one eternal truth that I am a pies, how do you say, all ass. Asshole. That too. Well, at least you have some self-knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world. Painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. Yeah, but you paint. Not yeah, az egy kretén amúgy. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? De valami zseniálisan csinál, mert 1 millió nézője szokott lenni egy időben. I guess so. You know, Arthur. De igaz, idegbetegebb nálam. You know, Arthur, don't believe in art. It's lies. Believe in women. They're the truth. Art is lies. Szerint a belüdvözöllek. That is truth. Azt mondod, hogy jól haladok? It's truth. Art. For it is. You say so. Oh, trust me. I've tried both. One is better. Much better. So, I most léptem amúgy a negyedik fejezetben nemrég. Azt megint tábort cseréltünk. It's just a little doodle. You know, entirely worthless unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. Ez valami spanyol, nem? No matter. Good meeting you. Ez a Charles, ez valami európai spanyol, ment egy spanyolországi. Legalábbis a pofája olyan neki. Azt mondja, hogy igen. Francia, a Charles. Nekem olyan spanyolos volt, mert a... Hogy hívták azokat a izéket, katonákat a régen? Inquisztádorok? Vagy mi a... Tököm, most lehet, hogy hülyeséget beszélek. Nem inkvi, hanem konquisztádor, hogy mi volt a nevük? Azoknak volt ilyen bajsza, meg szakála. Na de mindegy, azt mondja, hogy mit akartam. Stranger 2. Nem inkvizitor, hanem azok a spanyol katonák, akik jöttek tudod hódítani ide, azért a új világba. A konkvisztádor szerintem. Sőt, tudja, hogy valami konkvisztádor néven voltak. Az a tipikus ilyen muskétás,
Plate armoros. Egyes süveges. Ez a pali ez olyan volt szerintem. Mármint a bajusz style. Azért gondoltam, hogy spanyol. Meg a Charles név az nem francia. A Charles az ugye Carlosból ered. Hát mindegy, nem fejtegetjük. Na mit akarsz te is? Mi bajod van? Ki ez a ezermester? What? Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine, az pia. No, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, it's not for drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. Ooh. There's plenty of real booze here. Right. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. Mm. I mean, I know. You'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? It. Yes, thereabouts. Why? Ez der gallon, az... Vagy várjál? Nem, hanem 100 gallon. A machine of love. 100 gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for good cause. 100 gallon, az egy lovaskocsi. Legalább. Egyre jobbak ezek a küldi köcsém. Rám nem unatkozunk. Na, van ez a professzoros fasság. Ez 80 liter, azért mondom, hogy azért az lovaskocsira még el is fér. Ennyire vágtad a átváltást, vagy gyorsan a Google-ba beütötted? Én a galont azt nem, azt csak tippre, én 5 litert mondtam volna egy galonra, de akkor ja. Ezért gondolkoztam, tudod, hogy mi jutott eszembe a galonos számolgatásról? Ajzé. Hú, mindjárt eszembe jut a címe. A Die Hardnak a harmadik része. Ugye, amikor a... Amikor ajzé van a bankrablásos. És ott, amikor volt az a feladvány, hogy szökőkútba kellett nekik kiszámolni, hogy az 5 galonosból és a 3 galonos flakonból hogyan csináljanak 4 galont, vagy valami fasság. Az a rész, amiben még a Samuel Jackson is szerepelt. Hát ennek mi faszom baj van. Ez megint valami kamu, figyeljétek! Alright, friend, alright. You're gonna be okay. You're gonna help me? Elviszem a dokihoz ezt a parasztot. Please, do something. I'll get you help, just stay alive. Ez is növeli a reputációmat. Okay. Kapaszkodj, öcsém. Most itt vágta lesz. Ja, adtam neki ellenmérget. Aha. Azért is kaptam honort. Meg találtam olyat is, azt még kezdetekben akkor nem volt nálam szerintem. Az is kígyómarásos volt, az meg is murdált előttem. Azon nem tudtam segíteni. Hát néha azon is múlik, hogy mennyire gyorsan reagálok az interakcióra, mert ugye a menüből gyorsan válaszolsz, akkor meg tudod menteni, de hogyha nem, akkor... akkor viszlát. De mindig meghálálták valami infóval, vagy valamivel. Uha!
Ez... lehet, hogy ez a küldetés nem sikerült annyira. A kurva életbe. Most ezért köröznek? Na ne. Doktor úr, hoztam sérültet. Leesett a lóról. Gyerekek! Én vagyok a gyilkos! Na mentek a bérbe, ti. Hát ez kibaszás. 41% amúgy a sztori. Nem, faszom. Hogyan lehet kilépni? Visszalépek, aztán majd töltse be rendes helyről, mert ez... Még én segítek, azt még engem fognak lelőni. Hát ez itt nevetséges. Én arról nem tehetek, hogy a lovam neki szaladt a falnak. Én is leestem róla. Hú, ez jó sikerült.